Hello srácok, ez itt a Gaming is Fun, én Berci vagyok, és most a WWE 2K17 karriermódot fogjuk folytatni, amiben továbbra is Finn Balorral vagyunk. Egy viszályban, ami furcsa, hogy a rival pontok fogynak egyre, hogy telnek a hetek, pedig nem is kerültünk konfrontációba, egy face-off volt, de az is inkább az én részemről volt jó, mert elvileg én leptem meg azzal, hogy kimentem rá. Na mindegy, itt van a t-shirt sales. Hát, nem tudom. Viszonylag sok ilyen kis pontunk van, ilyen WC pontunk, amivel lehet fejlődni. Azt majd el is költöm, de ami fontos, hogy Finn Balorral kéne meccselni ma az NXT-n. És amíg szól a Roar of the Crowd, az NXT theme songja, meg szeretném köszönni, hogy itt vagytok, megnézitek ezt a videót, ha tetszik, nyomjatok egy lájkot, és osszátok meg, és ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel, mert folytatódni fog ez a sorozat is, és Watch Dogs, Rainbow, és még mást is tervezek azért. Tehát itt vagyunk az NXT arénájában, a Full Sailben, Orlandóban. Már az előző videóban elmondtam ugyan, hogy nem tetszik, hogy folyton ugyan az a opening szegmens van, és hogyha meg folyton ugyanaz, akkor meg nem kéne, csak simán. De mindegy, csapatjuk a Finn Balor elleni meccsünket. Amúgy nagyon szeretem ezt a zenét, ezt az NXT theme songot. Szerintem ez az első zené az NXT-nek, csak már remixet használnak, azt hiszem, újabban. Na, hát, jövünk is, az internet legjobb híje. VMB. Egyéb iránt gondolkodok azon, hogy majd egy kis meglepetésként megváltoztatom az attire-ünket, a külsőnket. És mikor lenne erre jobb alkalom, mint sem a következő részre, mert akkor lesz a takeover, tehát ez a takeover hete, ez a takeover előtti utolsó NXT felvétel, úgyhogy biztos érdekes dolgok fognak történni, mert általában a PPV előtti adások azok mindig valami olyant mutatnak, ami miatt még jobban fog érdekelni a gála, kivéve hogyha nem tudom, elrontják, de reméljük, hogy ez most jó lesz. Balor bevonul, azt most nem nézzük meg, akkor elvileg rendesen meccsünk lesz, igen. Azt hittem valami kis cutscene, de akkor rendes meccsünk lesz, és elvileg lehet, hogy utána így valami kis, amit nem értek, hogy mivel viszályban vagyunk vele, ezért valószínűleg a takeoveren fogunk meccselni vele. De akkor meg miért játsszuk le már a NXT-n? Tehát, hogy miért fizessen? Jaj, nem, az NXT mondjuk az így is úgy is networkön van, szóval teljesen mindegy. Mert main rosteren ugye ez azért nagyon rossz megoldás, mert a main rosteren ingyen meg lehet nézni ugye kábel tévén a Raw-t meg a SmackDown-t. Mármint úgy ingyen, hogy külön a WWE-nak te nem fizetsz. És a PPV-ért, meg ha a helyszínre mész, akkor is fizetsz érte, hogyha pedig a networkön nézed, akkor is fizetsz érte. De az NXT az így is úgy is a networkön van, tehát az itt ilyen szempontból mondjuk szokott lenni néha olyasmi. Például a Finn Balor Nakamura is egy sima heti NXT-n volt, ami egyébként egy kicsit többet vártam attól a meccstől. Mikor volt? Nyáron? Talán még a SummerSlam előtt volt, ha jól emlékszem. Egy Body Slam, és most hát, ha nem fog elmozdulni. És akkor adunk neki egy Frog Splash-t. Nem sikerült, de ezt kivédtük. És Uppercut. És 450 fokos Splash. Állt fel éppen, de amúgy meg sikerült volna. Viszont a Phoenix Splash az már nem. Jó. Jó. Amúgy miért nem adott ilyen reverszálos dolgot, és nem sikerül az Enzugiri, de én ezt kivédem, és ez meg mellé megy,
Aj, néha annyira bullshit szekvenciák tudnak lenni ebben a játékban. Például ez is mi volt, hogy pont lehajolt, de az nem azért volt lehajlás, mert a Helluvát védte, vagy Helluva Enzugrit védte ki, hanem azért, mert még szellingelte a kivédésemet. Szóval, és akkor meg megcsinálták volna úgy, hogy na, nem megy fel a sarokba? Nem? Mi volt ez? Jézus, 2K. Úgy, Irish Whip. Alatta, fölött. Nem értem, ez meg a másik, ami bullshit. Szóval, hogyha valaki megveszi a játékot, akkor azt azért figyelembe kell vennie, hogy vannak idegesítő és furcsa dolgok. Ennek ellenére a legjobb pankrációs játék, amit valaha csináltak. Szerintem. De mondjuk az egy kicsit gáz, hogy magamtól nem tudok promózni, tehát promóznék, de így nem, mert Rivaly-ben vagyok, és ezért nem engedi. Majd akkor promózok, amikor lehet. Akkor meg mi értelme van a promo engine-nek? Na mindegy, közben egy szép Phoenix Splash bement, úgyhogy pinyelünk. Kettőnél kirúg. Én meg hátba rúgom. És... állj fel. Úgy. Pedig az milyen szépet volna. De ez miért nem... De, szóval ezekről beszélek, ez egy kicsit idegesítő tud lenni. Viszont ez most szép... top rope nem. Azt hittem, hogy futni fog. Mi lesz ez? Drive-by? Nem. Tudom, mi lesz! Jesus! Úristen, eltörtük a gerincét a gyereknek. Oké. Vége. Vége a gyereknek. Nem akarok kimenni. Feláll ezek után? Hát akkor ráugrok. Bim. Egy top rope. Top rope, valamilyen pancsának hívják, vagy valami ilyesminek. Na, hát akkor, ha már itt kint vagyunk, akkor mi lenne, hogyha kapnál egy signature-t? Kék halál az outside-on. To your ass. Úgy. Visszajöttünk. Drink it in, man. De mi? Visszajön még ezután? Na jó van, jöjjön. Oké. Semmi gáz, gyere vissza. Akkor egy... Brain... Buster. Ez még sikerült is. És nem is mondtam suplexnek sem, neckbreakernek, mert szokásom néha. De miért kell fel egyből? Ne kelljen már fel egyből! Hát most kapott signature-t, most kapott brainbuster-t, most kapott izét, Kevin Owens, lesérítem John Cena-t és Sami Zayn mozdulatot. És így? Nope. Ja, és egyből ő megadja nekem a shotgun dropkicket, értem. Jó. Nem baj, legalább változatos a meccs, és nem csak én hítelem őt. Nézd már azt az öntelt viselkedését. Még túlszvítezik. Nem. Feljebb tesszük. Úgy. Úgy. És milyen mozdulat fog most jönni? Szerintem superplex fog jönni. Avalanche Butterfly Superplex. Na, ez jó volt, pineljük. Gyerünk. Számolj már! 1, 2. Egyébként tök jó az a HCV sapja, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ó, ez nem jut eszembe ennek a neve, ennek a mozdulatnak, de nagyon sokat csinálja, például Natalia. És egy kis ilyen szuplexzerűség. Menj el. Úgy fel, gyorsan. És... Shooting Star Press! Gyerünk! Ez milyen gyönyörű volt, utoljára ilyen szépet. Senza Voltótól láttam utoljára a dicsőség napján, meg Matt Cross is szép volt az áttörésen. 2. Kirúg! Ne! Nope! We don't want none. Állj fel! Itt nem lehet tauntolni? Állj fel, így is van. Gyerünk. És... Phenomenal forearm, out of nowhere. Mondjuk ez nem volt out of nowhere, de nem baj. 1, 2, és kirúg belőle.
What the fuck, Shake? What the fuck, Shake? Okay. Akkor pedig pelékik, ne! Kivédte a pelékiket! Nem jó. Viszont én meg ezt. És hátba rúgjuk Seth Rollinsosan. És felmegyek a felső kötélre. És egy szép... Nem tudom mi ez. Valami corkscrew... Biztos valami corkscrew bullshit. Na, csak tetszett és megnéztem a nevét, azt nem jegyeztem meg. Úgy sarokba és... Knee to the face. Aztán pedig... Egy szép kis... valami, ez valami állatneve van. Valami... Valami plex a vége, animal plex, vagy nem tudom, vagy valami beast plex. Meg fogom nézni. Oké. Okay. Hát itt szerintem... Kivédi az ütést, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nem jó, de too late my ass. Új, de brainbuster volt ez, azt az eget, ez nagyon csúnya volt. Nézd meg, és csak így azt hiszi, hogy nem tudom, mit képzel magáról. Leveszi a izét, az neked fog fájni. Neked fog... Ez a finisherje, vagy nem, ez a signatureje lesz. És pinnel is egyből, nem? Gyenge hozzá. Gyenge vagy Finn Balor. Ahogy azok az emberek is, akik neked szurkolnak. Jó. Jaj, van Coup de Grace-ja, igen. Igen, van Coup de Grace-ja. Hát ez nem jött össze. Ugyanis Code Breaker Adam Over to your ass. A izé Coup de Grace mellé ment és Codebreaker, Adam Nover, gyerünk, pin, gyerünk már! Fel, közben vérzik Balor, mint a kurva élet. Kettő! Hár... What? What? Ah, ilyenkor azt sajnálom, hogy ilyen szekvencia után nincs olyan, hogy ki rúg, hogyha nem Super Cena-nak hívják. Ne rúgjon ki! Ne rúgjon ki! Na mindegy, hogyha Super Cena kell... Akkor Super Cena kell. Állítsd már fel, hát mióta nyomom? És eltűnik a comeback. Hát ez a ját... Nem, ott van még, de akkor ne The Irish Whipped Man. Oké. Okay. Benyomtuk a comebacket, állj fel. És hát ha Super Cena kell, akkor Super Cena kell. Shoulder tackle, és kivédi. Örülök. Csak mondjuk a játékkészítőknek meg kéne mutatni csak egy olyan szekvenciát is, amikor egy finisher, egy big time finisher reversalból nem pinfall lett, csak sima pin kísérlet. És most bead valami bullshit Godbuster-t. Fisherman's Godbuster talán az a neve. Hát ez nem jut össze. Úgy. Megpróbálok adni egy izét, egy normális shooting, de... És egyből fel kell, mikor már vérzik a feje, a teste szét van, ha megnézitek, nem vagy akkor még egy izé, nem missile dropkick, ez csak sima dropkick volt. Úgy, és a saját dolgába beledobjuk, mert azt még ő tette oda, vagy összetele onnan. De ha ő így akar játszani, akkor leveszem én meg ezt is. Nekem jó, ha ő nem akar a takeoverig eljutni, mert már ma ki akarja magát nyíratni, nekem aztán jó. Belebampolgatni, nagyon jó lesz a fénybe. Úgy látszik, hogy megijedt tőlem, és inkább már most egy kisebb veréssel meg szeretné úszni, mert amit a takeoveren kap, az durva lesz. Mondjuk nem jelentették be még, hogy a takeoveren meccsünk lesz, de ha nem lesz a takeoveren meccsünk, Valor ellen, feud záró meccs, akkor eskü kidobom a játékot, mert az nagyon gáz lenne, hogyha ilyen szinten szar lenne a booking. A játékban. Kérsz még egyet? Egy kis... nem reality check, minek hívják? Throwback. Ez egy kis szép throwback volt. Aztán ha... És kettőnél feláll egy outside throwback után, ami még a ringben is kurvára fáj. Jó, semmi gáz. Gyere be! Gyere be! Úgy, és... Codebreaker még egyszer.
To your candy, nem, on your candy ass. Na. Pineljük. Egy. Kettő. What? Kirúgott volna. Nem is láttam, hogy mozdította ezért. A karját. Ez a vírus mit csinál? Jó, mindegy. Mindegy. Megverjük. Megverjük. Bírót is számon kéne ki. Mondom a bírót. Jó, mindegy. Ez is egy szép mozdulat. Úgy és... De nem! A kötélnek fuss már neki, jó ember! Az mi volt? Milyen mozdulatok ezek? Jesus! Jesus! De ez a meccs, ez amúgy jó meccs. Ez nagyon jó meccs. És állj fel kislány. Gyere, gyere, állj fel. Úgy. És... Phenomenal fo... Oké, nem értem ezt a játékot. Nem értem. Nem baj, most szépen szétvertük. Úgy. Úgy. És egy. Elbow to the knee. Shoot, standing shooting star press. Aztán knee to the face. Connecting. Boom. És aztán mit csináljunk, mit évjük, legyünk. Mit van mit tenni. Lerúgjuk az arcát a helyéről. A kék halállal. Aztán pedig. Beadjuk neki a... Nem, rossz gomb, nem baj, ez jó volt. Így beadjuk neki a codebreakert. Ajaj, nem bírjuk, nem bírjuk. És... Kicsit idébb, így. Ti nem láttatok semmit. Úristen, milyen véres! És... Nincsen feje, mert a vérben úszik. Nézzétek már meg a fejét. Jézus kirúg egy dirty pinből a harmadik codebreaker után. Úgyhogy már kapott egy shooting star press-t. És egy throwback-et is. Mi ez a játék? Oké, hogy izén van. Megmutatom nektek, hogy nem match options, gameplay options. Hardon van a difficulty. De annak nem abban kéne megmutatkoznia, hogy bullshit 20 perces meccsekkel 500 finisherrel lehet leverni valakit, hanem mondjuk abban, hogy nehezebb reverszálni, vagy valami, hogy egy kicsit életszerűbb legyen a meccs, és ne csak mindenkit leszkossoljak, mint Braun Strowman, meg Nia Jax a Brand Split első 3 hetében. De mindegy, nem baj. Akkor majd megkapja megint a kódagrát, azt békében nyugodhat. Többi roster taggal együtt. Bum! Most nem tudnám pinelni? Vagyis pinfolt elérni? Kettő. De hallom, hogy leüti! Jézus! Jézus, milyen véres! Úristen! Köszönj a kamerának! Mit kéne neki adni már? Tényleg? Nem tudom, hogy... Mi lenne az, amire azt mondanám, hogy na, ebből nem kell fel még 20 számolásra se. És ezen fogok gondolkodni. Bum! Aztán... Nem ezt nyomom! Az a baj, hogy az irányításom minden kurva egy gombon van, az L1-en, és mindig ugyanazt csinálja a futás, a mászás. Végre egy szép Lion Salt. Paying tribute to the great legend and future Hall of Famer, Chris Jericho. Hát ez nem jött össze sajnos, Balor. Kicsit megütögettük a fejét, és de léci rúgj bele. Úgy, ebből body slam lett. És aztán egy szépséges signature, pelékik, connecting. És most hagyom egy kicsit, hogy töltődjön a staminám. Itt nem lehet közönségben brawlolni? Nem, örülök. Örülök. Úgy. Aztán megfogjuk a... De ne már!
Ez annyira bullshit, hogy a Pali már vérből áll, azt minden tri... Úristen! A saját fegyveremmel! A Codebreakerrel! Miért nem pinel? Úristen, ez a játék milyen rosszul van scriptelve. Úristen, beadja a saját finisheremet ellenem, és nem pinel. Jó, örülök neki, mert nem kapok ki, de egyébként meg... Egyébként meg, ha így mutatom, így Codebreaker van. Így. És utána fogod. És pineled a bácsit. Mert akkor megnyered a meccset. You stupid idiot. Na, hát minden esetre láttuk az év meccsét szerintem eddig. Eddig ez durva volt. Az egyetlen, amit sajnálok. Ja, visszavarták gyorsan az arcát. Nézzétek már, sehol egy vér, pedig tiszta csótás. Tócsás volt vérben. Na, kezet akarok. Shake his hand. Walk away. Walk away. Egy jó heal. Egy győzelem után nem fog kezet senkivel. What should I do? Mármint ki? Mi? Mi? Itt most én Balort irányítottam? Ez a biggest bug, glitchest fuck ever. Én mondtam meg, hogy mit csináljon Balor. Mióta viszem én a bookingot, meg a writingot? Nem tudom, mi van ezzel a játékkal, de a meccsen belül volt pár bullshit elfelejtve, mert tudom, hogy csicska 2K és nem bírják normálisan megcsinálni, de ez durva, tehát let me just break it down. What the fuck happened? Szóval az volt, hogy VNB megnyerte a meccset. Más kérdés, hogy 6 finisher után, de megnyerte. Aztán Finn Balornak kellett volna nem. Nekem kellett volna kezet nyújtanom, viszont a Volkövéj, az öttek him, meg a Shake His Hand, az én döntésem volt, nem az, hogy Balor mit csináljon, mert Balor Volkövéjezett. Jó, mindegy. Azért van, hogy kezet nyújtok, és így elkapom, hogy a hajam fontosabb. És ilyen fleresen, és elsétálok. Your rank increased. Az mondjuk jó hír. Na. Hát, még szerintem egy main eventet letolunk. Bár előtte pár dolgot még lehet veszek, nem? Majd a takeoverre beújítok valamit, hogy legyen nektek meglepetés, úgyhogy csapatjuk Tyson Kidd ellen, main event intro van kőkeményen. Bray Wyatt, John Cena, Roman Reigns, Jericho, Charlotte, Neville, Brock Lesnar, Kevin Owens, Cesaro, Jey Uso, ezei, Becky Lynch, Dean Ambrose, Gallows and Anderson. Ez egész úgy egyébként, azt hittem, hogy Gallows meg Anderson nem lesz benne, mivel elvileg a játékban sincsenek benne. De örülök neki, hogy benne van. Még Page benne van? Jaj, tényleg, mert a játék az előtt jött ki, hogy Page-nek a botrányai voltak. Egyébként most még nincs kirúgva, csak eltiltva van Page. Egészségetekre. Albany, New Yorkban vagyunk. Na. Hát Tyson Kidd ellen már volt egy meccsünk, ahol legyőztük. Kérdés, hogy vajon úgymond nem szabad engednünk, hogy visszavágjon. Oké. Okay. Tehát Balorra még egyszer sem futottunk be a Rivalin belül. Így miért kellene a Rivalinek, hogy nem hátráltatjuk a meccseiben? Nem ütjük le backstage-ben, meg semmilyen, pedig megvannak hozzá, mert a backstage-et is megcsinálták, mert szóval nem értem. Jó, mindegy, tartogatjuk majd a Seth Rollins elleni feudra a main rosteren. Nem, most nem nézek izét. Intrót, vagy mi ez? Entrance-ot. Úgy, itt van már ő is. És... Bocsi, de nem érek rá. Mennem kell a takeover-re. Szedem a cuccomat, mert indulnom kell Kanadába. Egyébként Tyson Kidd kanadai, szóval... Jaj, nem, viszont ez nem, mert most a valóságban is hét... Ma van a takeover a valóságban, a kanadai Survivor Series előtti takeover. És Tyson Kidd kanadai.
Csak de a játékban meg Londonban lesz, ha jól tudom. Na viszont most figyeljél, Aurél, ugyanis. Brainbuster a Solid Steel! Rempen! Úristen! Él még ez a gyerek? Egyből fel kell. No fucking selling! Senki nem tud sellingelni ebben a játékban. Na majd AJ Styles, ő a világ legjobb sellingelőse. Sellingelőse? Szerintem nincs ilyen szó. Mi? Tehát már fent voltam a rúgáson és utána kapott el. Menj már, nekem még vissza kell érnem a ringbe, takarodj. Takarodj! Takarodj! Ne! Draw. Ez Tyson Kidd miatt van. Hát nem vesztettem el a veretlenségemet, de már nem csak győzelmeim vannak, úgyhogy... Ez szomorú. És tudod, mi történik Tyson Kidd? Amikor nem hagyod, hogy megnyerjek egy meccset? És amikor hátráltatsz, hogy visszaérjek a ringbe? Tudod, mi történik? Tudod, mi történik? You just made the list, you stupid idiot! Elegem van ezekből a jobberekből. Jó, Tyson Kidd nem klasszikus jobber, de értitek. Elegem van. Nekem Scott Dawson kell, és a bajnoki öve, Finn Balor pedig remélem, hogy megkapjuk utoljára a takeoveren. Mert már egyébként annyiszor elvertem, és olyan definitív finishekkel, tehát már lerúgtuk a fejét OMG momenttel, már a saját finisherrel, igen. Igen. A következő részben Finn Balorral fogjuk lezárni a feudunkat az NXT TakeOver Brooklynon, ami no fucks were given, hogy az előbb is az volt, és az előző részben, a hetedik részben is a brooklyni volt. Pedig benne van a játékban a londoni meg a dallasi is, szóval nem tudom, miért nem a londoni vagy a dallasi következik. Mindegy, a lényeg az, hogy egy-két meglepetéssel fogok érkezni nektek, és a legközelebbi részig gaming is fun. És sziasztok!